A szélső jobboldali AfD támogatásával szavazták meg a liberális miniszterelnököt Türingiában. Az FPD jelöltje Thomas Kemmerich 45 szavazattal nyert. Mindenki azt várta, hogy a baloldal első eddigi egyetlen miniszterelnöke Bodo Ramelow marad a posztján a szociáldemokrata SPD és a zöldek segítségével, még akkor is, ha csak kisebbségből sikerül folytatni a koalíciós kormányzást. Ramelow egyetlen egy voksal maradt le Kemmerich mögött. A liberális jelölt győzelméhez az is kellett, hogy a szélsőjobboldali AfD is támogassa Kemmerichet. Az AfD így is tett, visszavonták támogatásukat saját jelöltjüktől, Christoph Kinderfáteltől. Az erfurti parlament előtt délután tüntetők gyülekeztek, kifogásolva azt, hogy szerintük a liberálisok és a kereszténydemokraták a fasizmus támogatóivá váltak.